Tisztelettel köszöntök mindenkit, Véper Vili vagyok, és a mai videóban az egyik kedves nézőm kérésére be fogom mutatni a Vibe E-tank mini készülék tankját, amit itt már a képen láthatok, hogy szét is szedtem magát a kis tankot. És akkor nézzük is, hogy milyen részekből áll ez a kis tank. Kezdjük a tetejétől, és haladunk lefele. Itt a top cap része, a szitkával, drip tippel, amit le lehet húzni, és alatta van egy kis tömítés is. Ennyi az egész, egy ilyen kis műanyag csövecske. És akkor itt megpróbálom megmutatni azt, amit a, a készülék bemutatójában, videójában nem nagyon látszódott. Itt megpróbálom valami megmutatni, hogy a Készüléknek a, a zoomja is akarja. Jobban nem a zoom, hanem a, a fókusz akarja. Ez az a levegőző nyílás, amit lehet állítani. Gondolom, most már látjátok egy kicsit jobban. Tehát így lehet a levegőzés szépen állítani. Teljesen bezárva, teljesen kinyitva. Ennyi az egész történet. A következő része magának ennek a kis tanknak, Hát az a mégis a levegőcső, mert itt található majd a porlasztó, amit mindjárt majd meg is mutatok, tömítések, alul kettő is, egy vékonyabb, itt egy kicsit vastagabb, ide jön rá egyébként majd a palást, erre a fekete tömítés fogja nekünk elzárni, hogy a likvidünk ne folyjon ki, ez, ez a kis gumitömítés itt körbe pedig a felső részt tömíti, itt maga a palást, üvegpalást, pirex, pirex, üvegből készült palást. Ja, és itt van ez az egy pici, picike, oda teszem, hoppá, fel is borítottam itt közben, kicsit arra teszem az alapot. Oda teszem, hogy a körben hogy látszódjon. Milyen kis mini, pici, kis porlasztóról van szó. Gyártó 9 és 13 W közt ajánlja használatát. És ez az a jó kis jó ízű, jó ízeket visszaadó, meg jó kis gőzcsináló kis picúrka. Itt vannak a, a lé beömlő nyílások. Hát beömlésről nagyon nem lehet beszélni, tehát ott a lég is a likvidbe folyik. Ott lehet is látni egyébként, hogyha jó a szemetek, kicsit megpróbálom közelebb hozni valami kitalálni. Ott van, hogy 1,4 tized és ott van 9-től 13 watt, hát nem nagyon találja a fókuszt így a kamera, de időnként el lehet olvasni. És ez maga az alapja, a 5-10-es drip tippel, drip tippel, csatlakozóval, <laughs> és ott is van még egy tömítés, tehát biztos, hogy nem fog itt nekünk Opa, likvidünk össze-vissza folyni. Na és akkor a lényeg, hogy hogyan cseréljük a, a porlasztót, akkor én most itt kezdem összerakni. Annyi nagyon egyszerű, ezt szépen ide beletesszük, magát a kis porlasztót, majd ezt a levegőcsövet ráhúzzuk, és szépen összetekerjük, no ennyi az egész, tehát maga ott látszik is egy picit, ha úgy tettük bele, akkor ott látszódik a, a lébeömlő nyílás mögött a porlasztó, egyébként két ilyen kis nyílása van, ahol tud befolyni a, a likvidünk, következő lépésbe visszatesszük, szépen visszanyomjuk magát a palástot az alapra, és innentől kezdve már csak annyi dolgunk van, hogy itt szépen felül nem magába a levegőcsőbe, hanem itt körbe a palást oldalán csorgatva betöltjük a kedvenc likvidünket. Majd szépen rátekerjük a tetejét. És ennyi. Ezután már be is tudjuk állítani a levegőzését, amit ennek a felső résznek, a topjapnek az elforgatásával tudunk beállítani. Itt már szerintem jobban látszik, hogy hogy is van ez a levegőállítás. állítás. Tehát ennyi volna végül is a porlasztó meg a tanknak a szétszerelése. Ugye, mint minden ilyen dolog, hát ez is kínai. De hát ezzel szerintem semmi újat nem mondtam. Na, úgyhogy ennyi végül is a porlasztó most megmutatom még egyszer, csak azért, hogy mert ez most az összeszerelés volt, hogy is szedjük szét, tehát letekerjük a tetejét, amiközben ami el amikor már nincs benne likvid, lehúzzuk róla a palástot, letekerjük a... Jó, ráhúztam most sikeresen, de nem baj, mert legalább tömít, tehát letekerjük a levegő, csöve, ott a porlasztónk. Ez, valószínűleg a likvid miatt az itt az alsó részben fog majd lenni. Maga a porlasztó, ugye egy picit oda tapad a likvid miatt. Kivesszük a kis porlasztónkat és betesszük az újat. Ennyi az összeszerelése és a porlasztó csere. Kicsit furcsa, hogy kamera alatt bármit is csinálni. De hát az ilyen. Összerakjuk szépen. És készen is vagyunk. Ennyi. Egyébként, amit tartalékban hozzáadnak, Porlasztó, az ugyanaz, ami benne van, 1,4 tizedolmos, ilyen kis, mint a gyógyszernek a kinyomós tárolója. Nem tudom, minek hívják pontosan. Nagyon van. Ebből is így szépen ki tudjuk, most nem nyomom ki. hogy szépen higiénikus maradjon. Így ebbe tárolja. No, már ennyit szerettem volna. Tetszett a videó, lájkoljátok. Nem tetszett, akkor lehet diszlájkolni. Aki még nem iratkozott fel, az megteheti. Kis csengőre rányomva értesülhettek az új videókról. Mindenkinek további kellemes időtöltést kívánok. Véper, Vili voltam, sziasztok!